Familiális szellemek azok ö, elsősorban lelki azonosulás által működnek, mint ahogy a kegyelem is azonosulás által működik. Tehát, hogyha azonosulsz megtérés után is elkö, olyan elköltözött emberekkel, akik nem az urban voltak, nem az urban járnak, stb. nem megváltott emberek, ebbe, ez, ebbe az irányba fordul a lelkem, akkor szinte esélyed nincs arra, hogy ne érne valami a generációs átokból. Általában a keresztényeknél kettőséget lehet megtapasztalni. A szellemük a Szent Élekkel van kapcsolatuk, de a, a lelkük, tehát mivel hogy az őseikkel azonosulnak sokan, nem válasszák el magukat, nem gyakorolják ebben a megváltásba vetett hitüket Jézusnak a vérét, ugye ezért nagyon fontos az az igazság, hogy, nem nem aranyan ezüstön, hanem Jézus Krisztus drága vére által váltott meg atyáinktól örökölt hiába való életből. Nyilván ez az Izsáknál nem vonatkozott Ábrahámra vonatkozóan. Izrael Jákobra se vonatkozott, Izsákra, Ábrahámra vonatkozóan. De már ábrahám ez egy más történet. Az Ábrahám, hogy egy vadi új életet kezdett, ennek az volt az oka, hogy az ősei bárványi máddók voltak, és mindent megtett azért, hogy legyen zárva az a generációs átok, amelyet az őseit, amely őseit hordozták a mezapatáimi úrvárosában. Tudjuk, hogy először Tári is jött vele, háránig, de így az is igaz, hogy amíg a, a jödvele táré, addig olyan nagy áttörés Ábrahámon nem volt, igaz, elindult a hit útján, engedelmeskedett Isten igényének, de az áttörés a robbanás hárán után érkezett, miután háránt is elhagyta, és eljött az ígéret földjére, és elfoglalta azt a helyet, amire, amit Isten kijelölt neki. És ezt csak azért tudta megtenni, mert Ábrahánnak a lelke nem visszafele fordult, hanem mindig előre nézett az Úrnak az igényére, az Úrra figyelt. Sőt, amikor a fiának keresett mennyasszonyt, akkor is a szolgának lelkére kötötte, nehogy visszamenj az ősökhöz, mezopotámi úrvárosába, onint ne hozzál a fiamnak egyetlen egy feleséget sem, csak háránba menjél, ha oda adják, mert ugye addig követte őt a családnak bizonyos tagjai, akkor rendben van. De ha nem adják oda, akkor semmiféleképpen nem menj oda-vissza. Óriási igazságok vannak ebben. Ez a, 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 egy elvágása egy családi átokvonalnak, hogy meg tudja alapítani az ember, egy ilyen ember az áldásnak a tradícióját, a generációs áldásnak a tradícióját. A generációs áldásnak akarsz a forrása lenni, akkor nagyon fontos Ábrahámhoz hasonlóan válaszolni Istenek a hívására, és követni az élő Istent. És az Ábrahámról az van megírva, hogy egész életében követte az élő Istent, és ennek köszönhetően került Istennek az áldásába. Na most amikor tehát ilyen kettőség van, hogy nem tölték be az emberek a, mondjuk a tanítványságnak a feltételét, mindjárt beszélek arról, a, akkor a lelkük nagyon gyakran olyan emberekkel áll kontaktusba, kapcsolatba, közösségbe, ahol nem feltétlenül áldás, nem csak, úgy mondanám, áldás éri őket. És ezért nagyon figyelni kell, hogy kivel azonosulsz. A lelkedet minek adod át? Mert a szívedet elfoglalta az Úr, kegyelem alatt van a szíved, de a legnagyobb munkánk a lelkünkkel van. A lelkünk nagyon mozgékony, nagyon visszafordul, visszafordul különösen az a tapasztalatom, hogy egy bizonyos kor után, például 50 év után szinte rendszeresen a legnagyobb harc, véleményem szerint, a familiális szellemekkel van. És ahogy idősödik az ember, érzi az ősöknek, a néha egy olyan szellem jön, ami, ami a, a, az elköltözött embereknek a személyiség jegyeit akarja ráthelyezni. És gyakran lehet érezni, ha el vagy választva tőled, amikor megközelít egy ilyen familiális szellem, hogy hív. Tehát hívást hallasz tőle, hogy mennyi arra felé. Nem. nyilván, hogyha nem tudsz különbséget az óember és az új ember között, akkor most én kínaiul beszélek neked. És nem érted, hogy miről van szó. De ha el tudod válaszolni magadat, akkor azonnal De lehet, hogy a feleséget pontosan tudja, hogy mikor beszél belőled az apád, vagy a férjed tudja pontosan, a, a, a most a hölgyekről beszélek, hogy mikor beszél belőled az anyát. És amikor a, ter, 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 ö, emlékeztetnek arra, hogy most teljesen úgy viselkedsz, mint ö, negatív magatartásról beszélek, mint a, az anyádnak a legrosszabb énye, akkor nem kell megsértődnöd, hanem azt kell látnod, hogy a lelkileg, még a familiális szellem eléggé nagy benyomást gyakorol a lelkedre. Az Úr azt akarja, hogy a szellemünk, lelkünk, testünk a Szent uralma alatt legyen.